Rókakölyköket kínoztak a Maros megyei Bonyha településen. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. Figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas felvételek következnek. Ezeket a felvételeket az állatkínzás elkövetője tette közzé egy közösségi oldalon. Jól látszik, amint egy alig pár hónapos rókakölyköt kínoz. A felvételek láttán a jóhiszemű polgárok azonnal jelezték a bűncselekményt a rendőrségnek. Andrea Pop Maros megyei rendőrségi szóvívő azt mondja, a néhány óra leforgása alatt összesen 96 e-mail érkezett be a rendőrség postafiókjára. A hatóság hamar lépett az ügyben. Egy bonyhai fiatal három rókakölyköt fogott egy rókajukban. Ezeket átadta annak a személynek, aki a szóban forgó videófelvételen kínoszta az állatokat. A rendőrség nyomozása kapcsán kiderült, hogy utólag az állatok egy harmadik, egy Maros-Keresztúri személy tulajdonába kerültek. A rendőrség orvvadászat és állatkínzás megalapozott gyanújával indított vizsgálatot. Az orvvadászat, illetve az állatkínzás országszerte egyre elterjedtebb jelenség. Vannak, akik úgy viszik el az állatokat, hogy árvának tekintik azokat. Amikor a kisállat már annyira ki van fejlődve, akkor a szülők általában egyedül szokták hagyni, amíg elmegy vadászni, például a rókák esetében, vagy őzek esetében, amíg elmegy legelni, és visszatér később, és ugyanúgy megvan a családi kötelék. Az emberek megtalálják ezeket a kölyköket, vagy azt hiszik, hogy árván maradtak, és akkor magukhoz veszik, vagy persze nekiállnak kínozni. A biológus szerint csak abban az esetben szabad elvinni a természetből az állatokat, ha azokon egyértelmű sebek jelentkeznek. A rókakölykök kínzásáról szóló felvételeket egyébként számos felhasználó jelentette utólag is a rendőrségnek, így ezeket is az eljárás dossziéjához csatolják.